Üdvözlök mindenkit a Kisvárdamát elgődéssel, Dunaújvárosi Kohászkála mérkőzés sajtótájékoztatóján. Üdvözlöm a vendégcsapatvezetőjét Vágó Attilát és játékosát Kazai Anitát, és a hazai csapatvezetőjét Bakó Botondot és játékosát Dombi Lucát. Megkérném a vendégcsapatvezetőjét Vágó Attilát értékelni a mérkőzést. Gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez. Nyilván jól játszottak, taktikusan játszottak, de egy picit úgy érzem, hogy nekünk pedig sikerült saját magunkat megverni. Az első fél időben volt egy 4 gólos előnyünk, ahol utána zicsereket hagytunk ki, labdákat adtunk el, fél időben ugye már X volt az eredmény, a második fél időben pedig egy-két ember elfelejtette, hogy milyen rendezvényen van, és hogy NB1-es kézilabdázó, és ami két dolgot nem tud megegyezni egy időkérést követően, hogy mi lesz a következő játék a csapatnak, addig nincs miről beszélnünk. Ebből ugye eladott labdákat csináltunk, és a visszarendeződésünk pedig gyenge volt ott a középső zónában. Volt itt egy 4-0-as szériája a Kisvárdának, az ott megpecsételte a sorsunkat, fölpult a védelmünk, kaptuk az átlövésgólokat, nem volt kapus teljesítményünk az első 10 percet leszámítva. Nagyon sok összetevője van ennek a vereségünknek. Dolgozunk tovább, bízom benne, hogy visszatalálunk a helyes útra. Köszönöm. Megkérünk az a jelenetet, értékelj a találkozót. Először is gratulálnék én csak a Kisvárda csapatának, abszolút sajnos, de megérdemelten tartották itthon a 2 pontot. Azt gondolom, hogy a második fél időben nagyjából úgy nem sok közünk volt a kézlabdához, azt, amit megbeszéltünk, abból semmit nem tudtunk végrehajtani. Abban múlt föl a Várda minket, hogy ők csapatként funkcionáltak, tehát ott mindenki hozzátette a kis plusz dolgát, előbb hátul kapus, beálló, szélső, mindenki úgy tett hozzá, mi megküzdködtünk, nyilván gondolom ezt találták ki ellenünk, vagy ezt erről akarták erőltetni, hogy bent küzdködjünk meg szenvedjünk meg a gólokért, passzívig játszunk, ez nem a mi stílusunk, ezt mi nem bírjuk el, nem futunk vissza a hibák után, tehát így nem, hogy idegenbe egy Kisvárdát, így senkit nem fogunk tudni megverni. Remélem én is, és bízom benne, hogy visszatérünk egy olyan útra, ami járható, és amit elkezdtünk, hogy a munkából lesz majd valami, mert ez így nagyon pocsék egyelőre. Köszönöm szépen. Megkérném a hazai csapat vezetőedzőjét, Bakó Botondot, értékelj a találkozót. Köszöntök mindenkit, köszönjük a gratulációt. Azt gondolom, hogy a 15. nap volt most az 5. mérkőzésünk, és az elmúlt időszakban voltak hiányzóink. Féltem, illetve hát nem is féltem, tartottam attól, hogy milyen állapotban leszünk a mai meccsen. Nyilván mindent megtettünk, hogy lehetőleg frissek legyünk, és jó állapotban lépjünk pályára. Szerencsére Lucza is felépült, és segíteni tudott a csapatnak. Hozzátett a játéknak, a játékhoz mindezek ellenére nagyon tompán és lassan kezdtük az első fél időt. Kellett egy jó 20 perc, amivel fölvettük egy kicsit a ritmust, és megtaláltuk a tempóját a mérkőzésnek, viszont az első fél időben végig az átlövőjünk tudásuk alatt teljesítettek, nem tudtunk gyakorlatilag a távoli zónákból csak egy gólt lőni. Ez a második fél időben megváltozott, a Jules Gétától jöttek az átlövések, illetve Szacsa Karmik-Szabina is megtalálta az átlövéseket. Azt gondolom, hogy a védekezésünk sokkal stabilabb lett, tényleg középen rengeteget ütköztünk, rengeteget dolgoztunk, és végre megtaláltuk a beálló és a befutásokból történő lebontások ellen a védekezésünket. Erre azt gondolom, hogy egy jó tempójú lerohanást tudtunk felépíteni, a Bóti Forzsuna jó tempóban vitte fel a labdákat, jól találta meg a réseket, indultunk, gólokat lőttünk, úgyhogy igazából a második fél idő az már egy mi szempontból egy sokkal jobb fél idő volt, és tetszetősebb fél idő volt. Én azt gondolom, hogy ebből a 15 napból pozitívan jöttünk ki, és jól jöttünk ki, jó ritmusban vagyunk, most van 2 hetünk, egy picit frissülni. Bízom benne, hogy viszont ezt a lendületet nem veszítjük el, ezt folytatnunk kell, hiszen most jó menetelésben vagyunk, tényleg jó állapotban is vagyunk, nagyon jó a csapategység, a hangulat, úgyhogy tényleg minden klaffol, és gratulálok a csapatnak, mert tényleg szépen dolgoztak és fegyelmezettek voltak. Megkérem Dombi Lucát, értékelje a mérkőzést.
Én úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz és kiélezett mérkőzést játszottunk a Dunai Várossal, főleg az első fél időben, illetve a második fél idő első 15-20 percében. Nagyon örülök, hogy csapatként tudtunk funkcionálni, és tényleg az utóbbi két hétben ezt az utolsó mérkőzésünket így itthon tudtuk tartani a két pontot. Büszke vagyok a csapatra. Köszönöm szépen. Sajtó részéről van a kérdés? Egy kérdés, Kocsiló Szóval bajnokság felénél vagyunk, ez a pontvédelem egy döntetlen 60-esség 50%-os élet, ez rendben van? Én azt gondolom, hogy rendben, figyelembe véve a sorsolásunkat, a helyzetünket, tényleg sajnos rengeteg sérültünk van, és azért idő kellett, hogy összerázódjon a csapat. Hatodik helyen vagyunk, hatodik, hetedik pozícióban vagyunk, azonos pontszámmal, az MTK-val. Két pontra van tőlünk az ötödik, háromra a negyedik, mögöttünk is szoros ugyanígy a tabella, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy a szezon előtt is mondtam, hogy a bajnokság közepét szeretnénk valahol végezni, az, hogy a tavalyi szezonhoz tudjunk előrelépés mutatni és fejlődés mutatni, az ebben a fél évben szerintem megtörtént, és azt mutattuk, hogy ebből megvalósulhat valami, viszont azért még nagyon hosszú a bajnokság, még sokat fogunk dolgozni, és hogyha tovább tudjuk a játékunk minőségét javítani, akkor azt gondolom, hogy tudunk ennél még jobb teljesítményt is nyújtani. Köszönöm. Köszönjük egyéb kérdés. Köszönjük az értékelést. Köszönjük.